Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Az Eurostat friss kutatása bizonyítja, hogy háborús infláció nem létezik. Orbáni infláció azonban annál inkább. A friss kimutatás szerint az európai inflációs átlagma alig több mint 8%, míg a magyar infláció több mint 25%. Ez azt jelenti, hogy Magyarországon háromszor akkora az infláció, mint az EU-ban. Háborús infláció tehát nem létezik, a magyar élelmiszerárak követhetetlen emelkedésének valódi oka az Orbán infláció. A magyarok már a boltokban is megfizetik az Orbán rendszer árát. Azért kerül ennyibe a bevásárlás, hogy fent tudjon maradni az Orbán rendszer. Az árnyék kormány szerint az Orbáni infláció letöréséhez az Orbáni infláció okát, azaz magát az Orbán rendszert kell megszüntetni. Orbán miatt élünk rosszul, hiszen minden egyes bevásárlásnál az Orbán rendszer árát fizetjük meg a boltokban. Ebből következik, hogy amíg Orbán marad, addig maradni fog az Orbán infláció is. Az árnyékormány szerint rövid távon az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésével lehet lassítani a drágulást. Közép és hosszú távon azonban az Orbán kormány távozása az alapvető feltétele az Orbán infláció felszámolásának. Felkészültünk a kormányzásra. Jól tudjuk, hogy mit kell tennünk. Ezért az árnyék kormány jelenti az egyetlen reményt arra, hogy újra megfizethető legyen a bevásárlás. Az Orbán kormány azért találta ki a háborús infláció nevezetű hazugságot, mert nem tud épkézláb magyarázatot adni arra, hogy miért háromszor akkora a magyar infláció, mint az európai. Ott tartunk, hogy még a háború sújtotta Ukrajnában sem emelkednek úgy az árak, mint nálunk. Ez pedig világos bizonyítéka annak, hogy a magyar családok az Orbán inflációt nyögik. Az Orbán rendszer árát fizetjük meg, amikor 1000 forintért veszünk egy kilókenyeret, vagy egy pohár tejföld, és az Orbán rendszer árát fizetjük meg minden bevásárlás alkalmával, amikor kétszer annyi pénzt hagyunk ott, mint az elmúlt években. Az árnyék kormány szerint Orbán miatt élünk rosszul. Ezért az Orbán infláció letöréséhez az Orbán infláció okát, azaz magát az Orbán rendszert kell megszüntetni. Az árnyék kormány szerint rövid távon az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentésével lehet lassítani a drágulást. Közép és hosszú távon azonban az Orbán kormány távozása az alapvető feltétele az Orbán infláció felszámolásának. Felkészültünk a kormányzásra. Jól tudjuk, hogy mit kell tennünk. Ezért az árnyi kormány jelenti az egyetlen reményt arra, hogy újra megfizethető legyen a bevásárlás. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!